Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Szeretném felhívni a tisztelt kormánypárti képviselők figyelmét, hogy a Mi Hazánk mozgalom minden ügyet rendkívül fontosnak tart, ami ide a tisztelt ház elé kerül, ezért ellenzéki pártként is, most is egyedül, természetesen a Mi Hazánk mozgalom itt van és képviseli az embereket, és képviseli az ügyet. Ugye a 10/8001-es számú törvényjavaslat az egyes ingatlan nyilvántartási tárgya és kapcsolódó törvények módosításáról szól, és már most jelzem, hogy természetesen a Mi Hazánk mozgalom minden olyan törekvést tud támogatni, ha az valóban arra irányul, hogy egyszerűbb, akár a bürokratikus terheket is csökkentve az emberek életén tudjon könnyíteni. Nyilván az ingatlan nyilvántartásról szóló 2021. évi százas törvényt, vagyis az új ingatlan nyilvántartási törvény csak nem 3 éve, 2021. június 15-én fogadta el az országgyűlés. Már eredetileg is 1,5 évet szántak az új jogszabályra való felkészülésre, hiszen a törvény 2023. február 1-én lépett volna a hatályba. Kiderült azonban, hogy sem a jogalkalmazók, sem az állampolgárok, de maguk a földhivatalok sem készültek fel a váltásra, ezért a parlament 2022. novemberében 2024. február 1-jéig, tavaly szeptemberben pedig 2024. október 1-jéig halasztotta a törvény hatályba lépését. Az új ingatlan nyilvántartási törvény lényege az elektronikus ingatlan nyilvántartás bevezetése, melynek célja az eljárások átfutási idejének, költségeinek és adminisztratív terheinek a csökkentése. Erre irányult az a gondolatom is, hogy az ilyen irányú törekvések azok mindenképpen üdvözlendőek. A bevezetést az indokolja, hogy az 1970-es években kialakított kézi alapú ingatlan nyilvántartás a megnövekedett igényekkel nem tud lépést tartani, illetve így annak tartalma egyre inkább eltávolodott a tényleges állapottól. Tisztelt Ház! Az új ingatlan nyilvántartási törvény október 1-i hatályba lépésével megváltozik az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés, jelentősen csökken a földhivatalok és a kötelező jogi képviselet bevezetésével, nő az ingatlan ügyletekben közreműködő ügyvédek és közjegyzők szerepe, tulajdonképpen ők veszik át a földhivatali munkatársak feladatainak nagy részét. Az eladók és a vevők a jövőben csak elektronikusan hitelesíthetik a dokumentumokat, amihez rendelkezniük kell ügyfélkapos regisztrációval. Tisztelt képviselőtársaim! Álláspontunk szerint a magyar lakosság nincs teljes egészében maradéktalanul felkészülve arra, hogy az elektronikus aláírások teljes mértékben felváltsák a kézi aláírásokat. Jelen törvényjavaslat az elektronikus ingatlan nyilvántartás határidőben történő beindításának biztosítása céljából az új ingatlan nyilvántartási törvény és a kapcsolódó törvények módosítására irányul, vagyis hatályba sem lépett az új törvény, de tavaly november után ismét módosításra kerül. A törvényjavaslat finom hangolja az ingatlan forgalommal kapcsolatos szabályozásokat, de a lakosságot érintő számos fontos kérdéssel nem foglalkozik. Erre mindenképpen szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét is. Például az ingatlan nyilvántartási térképi adatbázishoz díjmentes elektronikus hozzáférést biztosít az eljáró hatóságok részére, amivel maximálisan egyetértünk. Talán egyet lehet érteni azzal is, hogy a nem hiteles tulajdoni lapokat októbertől kivezetik a rendszerből. Javasoljuk azonban, hogy a lakosság számára emeljék meg az évi 2 darab ingyenes lekérési lehetőséget, továbbá az őstermelő családi gazdaságok és a mezőgazdasági őstermelők számára ezt a számot legalább 10-re növeljék. Hiszen a mindennapi munkavégzésükhöz ez azért feltétlenül szükséges lenne, és nyilván, hogyha kevesebb alkalommal juthatnak információhoz, mondjuk díjmentesen, akkor az nehezítheti a munkát. Az új ingatlan nyilvántartási törvény tavaly novemberi módosításának általános vitája során dr. Apáti István képviselőtársam már felhívta a figyelmet egy régi anomáliára, amivel jelen törvényjavaslat nem foglalkozik. Álláspontunk szerint rengeteg problémát okoz az, hogy az erdőművelési ágú területeknél, de a szántó, legelő vagy a gyümölcsös művelési ágú területeknél is az ingatlan nyilvántartásban jelen állás szerint nincs feltüntetve a földhasználó neve. Csak külön nyilvántartásban található meg, de a tulajdoni lapon nem látható, hogy adott esetben a tulajdonos és a földhasználó személye megegyezik-e. Fennáll a haszonbérleti szerződés az adott területre például.
nagyban segíteni az esetleges csalások és visszaélések megakadályozását, ha ez az információ az ingatlan nyilvántartásban egységesen látható lehetne. Erdő terület esetén a haszonbérlet, mint hasznosítási forma néhány évvel ezelőtt kibővült az integráció és az erdőkezelés jogcímekkel, de ezekkel a jogosultságokkal ezeket a jogosultságokat az erdőfelügyelőségek vezetik, az ingatlan nyilvántartások ezzel kapcsolatban semmilyen adatot nem tartalmaznak. Emiatt egy vevő úgy is megszerezheti adott esetben egy értékes erdőterület tulajdonjogát, hogy nincs tisztában azzal, akár évtizedekig valaki másnak haszonbérleti jogosultsága áll fenn a területen, amit ha előre tud, nem veszi meg az erdőterületet. Az is előfordulhat, hogy az adásvétel után több évvel derül ki, hogy más termelheti le és értékesítheti a faanyagot, a tulajdonszerzés ablakon kidobott pénz volt az ilyen esetekben. Az eladók sem feltétlenül rossz indulatúak, csak nincsenek az információ birtokában, mert az adatok az erdőfelügyelőség nyilvántartásában vannak, és mint tudjuk, az információ minden szempontból értéket képvisel. A Mi Hazánk mozgalom javasolja tehát, ha már az ingatlan nyilvántartás digitalizációjáról beszélünk, az új rendszert ne csak a személyi adat és lakcím nyilvántartással, illetve a cég nyilvántartással kössék össze, hanem a hasznosítási jogosultságokat tartalmazó külön nyilvántartásokkal is, így az erdőfelügyelőségek nyilvántartásával. Köszönöm szépen a figyelmüket!